Na. Miklós Marinak szeretettel. Ajánljuk Marinak. Akkor nagyon sok szeretettel üdvözöljük körünkben Szaknai Péter, és tapsoljuk meg, hogy eljön. És akkor Csukit már nem kell bemutatni, mert ő sok beszélgetést vezetett, és akkor én meg majd úgyis vele beszélek, akkor átadom nektek a szót. Jó, köszönjük, jó estét, sziasztok! Az első, mindjárt ami eszembe jutott, itt kint beszélgetünk, és mondtad, hogy azért megnézted tegnap a filmet, hogy mi volt így az, ugye elég, gondolom, elég régen nem láthattad. Hát régen nem láttam, igen. Hogy mi volt a... Premierrel láttam, utoljára azóta nem. Mi volt a benyomásod így ennyi év után? Hát... Igazából megmondom őszintén, hogy nem tetszett annyira, mint amikor csináltuk, és amikor a bemutatón láttam utána. Ő sokkal lassabbnak, vontatottabbnak éreztem most. Elsősorban a dialógokat sokkal rövidebbre, feszesebbre kellett volna vágni szerintem. Vannak benne teljesen fölösleges, a szép totálokat, azokat lehet nézni, az szép, azzal nincs probléma, csak a dialógok azok nekem egy picit. De úgy éreztem, hogy ilyenre is van ez az egész film hangolva azért. Tehát ezekkel a nagyon lassú, ezekkel a furcsa, nagyon ritkán és nagyon ritkán megmozduló kamerával, leginkább azért fixek, alig-alig mozog a kamera. Az egésznek talán egy tudatosság ebben van. Te abszolút tudatos, persze, csak a ritmusával, mondom, így a képeknek nem volt nekem semmi problémám vele, de igazából dramaturgiailag én sokkal feszesebbre vágtam volna most már, úgyhogyha még egyszer leülnék. Azért furcsa, hogy ezt mondod, mert közben meg pont az jutott eszembe, hogy azért te sok filmet csináltál a Bencével, és ugye már rögtön a Dealerre, hogyha gondolunk, akkor azért... De az utána következő filmek is azért mind ilyen nagyon-nagyon erős, hosszabb. Én a dealer csináltam, igen, de ott nem volt mese, tehát azok olyan hosszú egybeállítású voltak. Mert ez ahhoz képest ez egy videó. Egy száguldás, igen, szerintem is. Tehát ez, így van, de ennek ellenére ezt így gondolom. Meg sajnos ugye azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, mert én nekem hiányzik, forgattunk olyan jeleneteket is ehhez a filmhez, amik aztán később most természetesen nem kerültek bele, amik olyan szálak, amik érdekesebbé, izgalmasabbá tették volna, én szerintem. Na, ebbe beavatnál minket, hogy mi? Hát az igazi anya, annak a jelenléte az tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy állandó a filmben, az eredetiben. Itt a filmben viszont csak az elkészült vágatban, viszont csak a végén jelenik meg. A kisfiú, a klón kisfiúnak a... Ez azt jelenti, hogy nem utazik el a mama meg a papa? Tehát, hogy ott marad velük? Vagy? Elutazik, csak érezhető a jelenléte. Hát egyszer megjelenik itt a film utolsó a végén, harmadában. De az eredeti forgatókönyvben és a forgatott anyagban is többször nem jön oda, tehát semmi kontaktus nem alakul ki köztük, de ott van és létezik, látni, hogy a távolból figyeli, tehát ennek az egésznek a megjelenésének a veszélyét, azt ismeri az anya. Meg a fiatal, a már klón kisfiúnak a gyerekkora, a fiatal kora, az sokkal jobban ki volt dolgozva, ami most már ebben a filmben sajnos nincs benne. A forgatókönyv változathoz képest a készfilm, az vannak emlékeid, hogy az első benyomásod, mikor olvastad a könyvet, az milyen filmet sejtetett, vagy mi lehetett? Nekem az is nem volt ennyire letisztult, sokkal szerteágazóbb volt ezt az egész klón dolgot, ezt sokkal jobban kidolgozta. Láttunk más klónokat is, más klónoknak a történetét, igaz, hogy csak híradóban itt-ott megjelenni, de ez sokkal jobban fel volt vezetve, mint ahogy végül is a filmben megtörténik, és csak az egy fehérruhás kislány, aki még szintén így klón
megjelenik a filmben. Igen, ez egy picit ki is lóg belőle. Igen, talán, ez marad, vagy... igen, ez több ilyen volt az eredeti forgatókönyvben, és aztán a Bence úgy döntött, hogy ezeket kihagyja. Egyébként most csak arra szeretném biztatni a gyerekeket, hogy ne várjátok a végéig a kérdéseket, tehát ha most valamihez éppen arról beszélünk, amit titeket is érdekel, és bele akartok kérdezni, nyugodtan most mondjátok, mert aztán talán másról fogunk beszélni, akkor már nehezebb visszatérni. Jó, hogy nézem, hogyha valaki felteszi a kezét, nyugodtan szóljátok. Jó, szóval, hogy túl voltatok ugye egy filmen már a Bencével, a Dilleren. Igen. És ez a film, hogyha ahhoz akarom egy picit hasonlítani gondolkodásban, vagy a ti viszonyotokban, vagy a képhez való viszonyban, mi volt más a kettőben? Gondolom, láttátok a Dillert, vagy sokan látták talán. Hát tegyétek fel a kezeteket, akik. Na, tehát tudunk akkor mihez viszonyítani, hogy mi változott, vagy mi volt, ami ebben alapvetően másodott, azon túl persze, hogy ez egy másféle film, másféle problematika, másféle stílus, de hogy a munkamódszeretekben, vagy meg lehet ezt így fogalmazni, hogy mi készült itt máshogyan? Sokkal hosszabb előkészítés előzte meg. Ugyebár ez egy nemzetközi produkció. Ez egy nemzetközi produkció, igen, sokkal hosszabb előkészítés előzte meg, ráadásul kétszer futottunk neki. Először megkapta ugye a Bence a pénzt, és kiutaztunk Berlinbe, összeraktuk a stábot, elindult az előkészítés, kint voltunk egy hónapot, és akkor történt a válság, azt mondták, hogy akkor minden leáll, és ami addig történt, azt felejtsük el, lehet, hogy ebből a filmből semmi nem lesz, ezt nem lehet tudni. És akkor hazajöttünk, egy évvel később, nem is egész egy évvel, 9 hónappal később megint jelentkeztek, hogy akkor most mehetünk ki, és teljesen új alapokról indultunk neki. Tehát új stábot is kellett? Az a stáb, akit akkor mi összeverbúváltunk, az forgatott mást, és nem értek már rá. És éppen ezért teljesen új stábot kellett létrehoznunk, és újból el kellett az egészet, át kellett még egyszer gondolnunk, felül kellett vizsgálni, amit eddig csináltunk, az jó volt-e, és természetesen nem volt jó, úgyhogy a Bence mindenre azt mondta, hogy na, ez most egész más lesz, mint amit az első nekifutásra kitaláltunk. Onnantól kezdve kint voltunk, azt hiszem, 2 vagy 3 hónapot, és gyakorlatilag jelenetről jelenetre kitaláltuk az egész filmet, majd, hogy nem storyboard-szerűen, elmentünk a helyszínekre, a helyszíneken fényképezőgéppel feldolgoztuk, és ez alapján az egészet kitaláltuk, ami a dealernél egyáltalán nem volt. Tehát a dealernél az volt, hogy oda megyünk a helyszínre, lerakjuk a sínt, körfárt volt, végig körbe járt a kamera mindig, és az a 12 jelenet, amiből az a film áll, az tulajdonképpen így készült el. Tehát annak az előkészítése az 1-2 hétet maximum. Ez a helyszín egyébként hol van, ez az emblematikus tengerparti? Ez két helyen forgattuk, Észak-Németországban. Az egyik egy Zül nevű hely, a másik meg Szentpéter-Ording, ami egyébként nyáron a nyugdíjas paradicsom. Tehát ugye ez az, ahol ez a... Ez milyen idő egyébként, ezt ősszel, vagy mikor? Vagy több évszak is van talán benne? Nincs. Bár volt olyan nap, amikor 4 évszakot forgattunk. Olyan, hogy januártól márciusig forgattuk. És volt egy olyan napunk, amikor tavaszt, telet, nyarat és őszt tudtunk forgatni. Egy nap olyan időjárás volt. Az a hóesés az igazi? Az a hóesés az igazi, de az csak azért hóesés, mert akkor esett a hó. Tehát egyébként nem azt. De így jó, mert így egyébként úgy látod, hogy ez egy hosszabb idő története. Az jutott az előbb még eszembe, hogy amit igazából a Csuki kérdezett a két film közötti különbségről, ott az ugye egy teljesen másfajta filmes megközelítés. Én azt hiszem, hogy elsősorban erre vonatkozott a kérdés, hogy a Dillernél még emlékszem, amikor a Muhi András engem hát ilyen elborzatva fölhívott telefonon, hogy hát itt valami borzasztó dolog van készülőben,
mert hogy a Bence azt találta ki, hogy az egész jelenetet egy folyamatos körfárba akarja fölvenni, és hogy én szerintem az lehetséges egyáltalán, hogy akkor mi lesz, és nem tudom. És akkor megnyugtattam, hogy azért van, van élet a halál után, és hogy van, van. De egyébként ő egyébként nyitott szokott lenni az ilyen új... Hát elsősorban ő a nyitott. Csak egy kicsit meg volt ijedve valamitől. És, na, de tulajdonképpen utána a Bence összes filmjében azért elsősorban ezekre a hosszú beállításokra alapozott, és nagyon bátran hagyott igen, egész igen, hosszan mindig. Egy totált nézhetsz egy 10 percen keresztül, és tulajdonképpen nem történik benne semmi, csak valaki kijön egy házba. Ő mindig kitalál valami formai, és valami formai képest, elemet. És ahhoz szerintem nincs is más ilyen film az ő munkásságában. Ebben a filmben egy teljesen hagyományos snitterési módszert választottatok, igen, ahol fix kamerákkal, rövid snittekben, hát már őhozzá képest rövid snittekben, tulajdonképpen egy hagyományos filmes történetmesélést választottatok, és ez az érdekes, hogy ez egy presszió hatására történt, vagy ez egy közös elhatározás, hogy alakult ez ki? Hát ez úgy alakult, hogy eredetileg Bence nem ezt a filmet szerette volna elkészíteni, hanem volt egy Tündérkör című forgatókönyve, és ehhez a Razor filmhez Berlinbe ő azzal kilincselt, pontosabban ők keresték meg a Bencét egy valami fesztiválon, és az nagyon-nagyon nagy költségvetésű film lett volna, és a Bence odaadta nekik ezt a forgatókönyvet, a Humot, és erre azt mondták, hogy na akkor ezt most ők ebben a pillanatban megpályáztatják, biztosak benne, hogy pénzt is fognak kapni rá, így is lett. És igazából ez azért így készült, mert ez az első nemzetközi filmje volt a Bencinek, és ő ezt egy ilyen belépőnek szerette volna, én úgy gondolom, a nemzetközi piacra, hogy ő egy nemzetközileg elfogadott filmrendező legyen, nem az alternatív vonalon, nem a művész vonalon, hanem egy kicsit a kommerzebb vonalon is. És ő tulajdonképpen ezért döntött úgy, és mondta el nekem is, hogy ezt ehhez hasonlóan kellene feldolgozni, azért ilyen. És te miben látod azt, hogy ez, nem ezt a pályát mutatta be a film, amit először? Hát talán abban, amit én az előbb mivel elkezdtem ezt a kis mondandót, hogy akkor viszont az egészet egy más felfogásban, más ritmusban kellett volna megcsinálni. Tehát ezek a nagy csöndek, ezek a mély gondolatok, én szerintem egy ilyen kommersz világban nem feltétlenül férnek el. És a Bence így is, ez valószínűleg jól látta, mert fölmérte, hogy akkor ez mégse az ő pályája, mert a következő filmje az már megint az ő által nagyon jól tudott, kicsit dokumentarista filmezés. Mesélj picit erőnek az előkészítéséről, hogy hogyan tehát hogy mondtad, hogy felsnitteltétek, és az egésznek megvolt a koreográfia, hogy ezt hogy képzeljük el? Tehát ő mond valamilyen, ő neki van egy erős vizuális elképzelése az egészről, és azt ütközteti a tiéddel, vagy inkább te vagy az, aki meghatározza, hogy nagyjából, hogy milyen világa legyen ezeknek a képeknek. Ő nagyon tudja, nagyon látja, hogy mi az, amit és hogyan szeretné megmutatni. Ebben az esetben ő azért hagyatkozott rám is, mert nekem jóval nagyobb filmes tapasztalatom volt már az ilyen filmezésben, hogy milyen plánokra lehet vágni, hogy annak olyan hatása legyen. Kérdezni szeret? Így van. Kérdezz. Gyere, hogy oda. Tehát lehet most egy oltálynak hülyeset fog kérni, sőt biztos. Akkor olyan lesz a válasz is. Jó, oké. Tehát, hogy én azon gondolkoztam, hogy ennek a mély című filmnek a végén, hogy akkor most ugye lekonosztatta a szerelmét, akkor kihordta, és akkor ugye a végén történt egy apatus.
hogy akkor most a forgatókönyv szerint, vagy nem tudom, hogy el volt döntve, megszüli a genetikailag szerelmének a gyerekét, vagy sem? Hát, ha figyeltél, akkor a film egy terhes nővel kezdődik. Ja, oké. Oké, akkor nekem elég volt, jó, köszönöm. Valószínűleg akkor ez az aktus, ez... Jó, köszönöm. Igen, az volt az első mondat, hogy köszönöm neked ezt a váratlan ajándékot, amit a végén adtál, vagy valami hasonló. Nem, igen, pontosan nem valami, tudom, de... most, hát mi most láttuk, úgyhogy mi jobban emlékszünk. Na, igen, hogy... tehát, hogy... mit is? Ja, igen, hogy a képek, tehát, hogy ő nagyon pontosan tudja, és hogy mit akar, de te ebben tudtál segíteni, hiszen nagyobb volt a... Igen. És gyakorlatilag akkor... ültünk a földön, és rajzoltuk, és snitteltük föl, snitről snitre, hogy melyik képre mi lesz vágva. Aztán nem úgy történt, mert aha, soha nem úgy történik. Aha. De és ott az, hogy a kamera az nem nagyon fog megmozdulni, az nyilván ott egy döntés volt, ugye? Tehát ez már mert vannak néha, csak azért kérdezem ezt, mert van egy pár olyan, ott az elején egy olyan nagyon tétova, talán éppen, hogy elindul a kamera, és már el van vágva, aztán ez később utána egy picit jobban, tehát jobban, vagy hogy mondjam, jobban engedi, de nagyon, hogy érezzük, hogy azért a kamera egy picit hátrá, például a temetőnél, de ott az elején van ott talán az útnál egy olyan, amikor éppen, hogy elindul, és már el van vágva, és ez egy picit ott megzavart, hogy most vajon ez hogy az, fog megjelenni. Az nem így történt, ott mozgott a kamera rendesen, ott így lett vágva. Vili. Sajnos így lett vágva, de ez elhatározás, ez koncepció Vili volt, van, hogy nagyon-nagyon piciket mozogjon csak a kamera, hogy egyetlen a teret meg tudjuk mutatni, ha már egyszer lehetőségünk van arra, hogy ilyen helyen forgassunk. Világos. Hegyen, völgyön, tengerparton, hogy akkor ott mozgassuk meg egy picit a teret. De igazából nem. Dramaturgiai szerepe kétszer van, háromszor pontosabban, három távolodó kamera van. Először van egy, amikor a lány elutazik Japánba, és ott megy el a hajó. Igen, és az élesség a izében. Aztán az visszajön később egyszer egyébként. Ugyanúgy egy másik távolodásnál, igen, amikor beköltöznek a háza, igen, és mennek el biciklivel, ugyanúgy akkor, igen, is ott az élesség. Te egyébként csak vissza akarok egy pillanatra tenni, hogy egy nemzetközi stábbal dolgozik az ember, akkor milyen szempontok, akit nyilvánvalóan nem ismerhetsz, milyen szempontok alapján válogatjátok ki, hogy kikkel fogtok dolgozni? Hát ugye a producerek azok németek voltak, és ugye eleve ajánlottak nekünk munkatársakat. Ez volt az egyik forrás, a másik meg ugye akit, vagy amit kaptunk. Tehát azért ez nem egy szuperprodukció volt akkor kint Berlinben. Előző évben volt ott a Bestelem Brigantik, uh-huh, ami azért egy picit nagyobb port vert föl. Bár a rendezőasszisztensünk végül is az ugyanaz, mint aki. Aha. A Bestelem Brigantinban volt, mesélt dolgokat, most nem akarom elmondani, de hogy sajnos nem is úgy kezeltek minket, mint egy, inkább úgy, mint a Balkánról jöttünk volna. Tehát én nekem azért ez elég... Na, de ez érdekes, erről mondj már pár szót, ez hogy minden, hát például, minden jelentkezik. Lesznek képek, forgatások. Tudod a verkfotókat picit mutogatni, a vombosokat? Na, közben, hogy egy hatalmas moviecam kamerával kellett forgatnunk, nagy kazettával, iszonyú nehézkes, 30-35 kiló süppedő homokba mindenbe, mert én azt mondtam, hogy én szeretnék egy arikemet, mondták, hogy arról szó se lehet, hát hogy képzelem, az nekik nincs is, és akkor egy ilyen kamerával kilóttuk végig a tengerpartot, meg a külsőket, és amikor aztán bevonultunk a műterembe. Mert ugye ez, azt, hogyha nem tudom, hogy mennyire derült ez ki, de ez ugye műtermi felvételek a belső, ugye? Mindegyik, igen. Ami hát meglepően én egészen néha... Majd erről nem, még jó, mondok. Szóval nagyon tetszett, mert nagyon szépen össze lett hozva a külső. És akkor bevonultunk a műterembe, és ugye ez a moviecam kamera, ez egy elég hangos.
és hasznos hangot kellett felvennünk. Általában halkan beszélnek, suttognak nagyon sokszor, és a német hangmérnök mondta, hogy ő nem tud itt hasznos hangot felvenni. Kérdezték a német hangmérnököt, hogy akkor milyen kamerát szeretne. Mondta. És akkor ő mondta, hogy a Zari stúdiót szeretné. És onnantól kezdve én nekem Ari stúdióm volt. Ja, mert azt mondta, nem azért, mert a magyar operatőr azt szerette volna, hanem azért, mert a német hangmérnök azt mondta. Tehát ez igazából azért... Igen, ez egy jellemző dolog, igen, talán az egész. Itt közben van egy kérdés. Igen. Szóval az, hogy az elején a kislány, mikor hívja a srác, akkor mobiltelefont használ, aztán eltelik 12 év, és utána még vagy 20, amíg fölnő a srác, szóval mondjuk ilyen 30-35 éve vagyunk a jövőben, és hogy ennek a világnak a bemutatása, hogy kicsit ilyen science fiction-ebbé tenni a dolgot, mert az egész helyszín, meg az összes... Arra nem lett volna módunk, úgyhogy azért inkább azt választottuk, szóval, hogy... Szóval, hogy a kivágott részekben akkor ez nem volt. Nem. Nem. Ezt már az elején, az előkészítési fázisban eldöntöttük, hogy ezt nem fogjuk tudni megugrani. Kellemetlen. A főszereplő nővel sem csináltatok semmilyen olyan kísérletet arra, hogy ő hát egy picit. Nem. Mert lényegében ugyanazzal az arccal csinál végig a filmet, tehát hogy ilyen szempontból nincs. Igen, tehát hogy látszik, hogy egy tudatos törekvés, hogy ezt nem csináljuk. Ezt nem csináljuk, megpróbáltuk, csináltunk sminkpróbát, leüregítettük. Nevetséges volt, tehát senki nem hitte volna el, és így, nem, így legalább nem kellemetlen, tehát ezt gondoltuk, hogy nem próbáljuk meg. Nekem van egy olyan kérdésem, hogy volt szó erről, hogy a helyszínnek jelentősége van, meg így egyáltalán ez a tenger, hogy mit jelent, hogy tehát feltűnt, hogy az egész filmnek egy erősen ilyen kékes, türkiz, kékes kék képvilága van, és ugye ez a tengerrel együtt egy baromi erős hatást kelt, hogy ez, hogy emlőtt... Hát igen, ezt jól észrevetted, meg a kád, a víz, önmagában, hát a méhen belüli magzat víz. Tehát az egész, ez egész tök... Igen. Igazából annyit szerettem volna kérdezni, hogy emögött így mi volt a maga az, hogy ez elsősorban, sőt egyértelműen. A külső belső, igen, tehát a műtermi, tehát ott mesélj már arról, hogy milyen problémákkal kellett megküzdeni, operatőri problémákkal, hogy a külsőt hogyan lehet összefényképezni a műtermi belsővel. Amúgy egyébként egy picit nekem, mintha a háznak a, tehát ott azt érzi az ember, hogy ott van egy emelet, ugye, és a külsőben meg mintha a picit arányában, mintha kisebb lenne a ház, mint a belső terek. Ez egy tudatos dolog volt, vagy pedig ez megesküdött rá a díszlettervező, hogy ez nagyon kevés embernek fog feltűnni. Akkor feltűnni. Én vagyok a... Te... Mert hogy itt, ugye belül van egy emelet, tehát ott nincs pedig... Nincs emelet. Hát de fölmegy, melyik? Fölmennek az emelet, tehát egy felső részre ott fölmegy például a... Az még nem az a ház. Abban a házban nem megy föl. De mindegy, a tengerparttól lévő házban, ami ez a cölöp ház, ebben nincs emelet, ez egy szintes. És ez arra esküdött meg, hogy senki nem fogja észrevenni, arányaiban megtartva ugyanazt, másfélszer akkora, mint az eredeti. Aha. Ezért tudtunk benne forgatni, és mobil falakat használtunk, tehát gyakorlatilag az összes fala, az oldalsó falak is mind mobil volt, ami azt jelenti, hogy a kamerával bárhova odaférsz, nincs útban. És a világítás szempontjából is ugye van tér, hogy honnan lehessen világítani. Hát igen, bár én annak a híve vagyok, hogy én mindig úgy világítok, ahogy elképzelem, hogy az a kint lévő természetes fény az hogy kerül be a házba, vagy a lakásba, vagy a szobába. Itt az volt a szerencse, hogy a külső felvételeket azokat előbb elkészítettük. Tehát volt egy mintát, hogy hogyan szó. Többször volt már olyan nekem az én praxisomban is, hogy előbb elkészítettük a belsőket, mert úgy értek rá a színészek, nem ebben a filmben, hanem más produkcióban, és utána, amikor fölvettük hozzá a külsőt, akkor elképedve láttuk, most mit fogunk csinálni. Hát, amikor bent forgattunk, akkor azt játszottuk, hogy süt a nap, itt meg most szakad az eső. Tehát itt pont fordítva van, szerencsénk volt, úgy tudtunk forgatni, hogy a külsőket
megjegyezve, mert ugye nem volt lényes előhívva, pontosabban musztert nem láttunk. Aha. Igen, ez itt esett a hó. És akkor így letudtad az adott jelenetnek a kapcsolódását? A kapcsolódását, és a kinti hangot tudtad, abszolút lehetett benne. És az, amikor nyílik az ajtó, és kilátunk egy picit a tengerre, az hogyan van megoldva a háttere? Hát én ott töltöttem 3 napot kint ezeken a helyszíneken, egy fényképezőgéppel, és körbe panorámáztam különböző fényviszonyok között, amit aztán kiprinteltek. És ezt ilyen nagy vásznakra kifeszítettük, és az van a műteremben a kilátásban az ablakon kívül. Mert nagyon-nagyon szépen van megoldva egyébként a... Tehát nem is gondolná az ember, hogy... Igen. Na, hogy figyelj, beszéljünk egy picit arról, hogy Eva Green, ugye a Bertolucci filmet, aki látta, akkor azonnal szerelmes lett ugyebár a említett hölgybe, hogy milyen volt vele a munka, meg egyáltalán az arcával milyen problémák volt? Probléma semmi nem volt. Semmi. Egy hihetetlen fegyelmezett, precíz, tudatos, tényleg csak a jót lehet róla mondani. Tehát semmi sztáralűr, semmi, amit egy pici néha, de azt inkább generálták az öltöztetők, meg a sminkesei, tényleg le a kalappal. Tehát, és ő például, nála nem éreztük egyáltalán, hogy ő úgy látja, hogy ezek most a Balkánról jöttek, vagy nem tudom, mit mondják. És igazából ő ugye föl lett kérve erre a filmre, és elolvasta a Bence forgatókönyvét, és kapásból azt mondta, hogy ő ezt meg szeretné csinálni, és valami az ügynöke haragudott is, mert valami jóval gazdagabb árban produkciót mondott le emiatt, hogy ezt a filmet megcsinálhassa. Ő is többet várt tőle valószínűleg, mint amennyi ebből a filmből végül is így nemzetközileg lett. Tehát egy nagyon, tényleg nagyon, nagyon pontosan csinált mindent, iszonyú fegyelmezetten, soha semmi problémája nem volt, hogyha megkértük, hogy még ezt 2-3-szor, mert nekünk nem volt jó, vagy valami szó nélkül. Tényleg. Amúgy... Jöjjön. Hogy volt egy ilyen morálás végig a filmben, hogy az amit a magzat hall, ami hát én gondolom. Egyébként én ezt tegnap vettem észre, amikor megnéztem otthon ugyanezt a morajlást. Hát valószínűleg ennek ez a jelentése, de egyébként a Bence, ha ezt meg kéne neki magyaráznia, akkor, mert ugye a sound designer-e is ő volt ennek a filmnek, az valószínűleg a kikötőben, közeli kikötőben lévő hajók, vagy nem tudom, meg a tenger morajlás. Biztos. Egyébként, hogyha már hangról beszélünk, akkor nagyon-nagyon erős a hangi háttere a filmnek. Tehát én nagyon szeretem, amikor ha megmozdul egy nejlon, akkor annak azért ott van a hangja, vagy... Igen. Vagy tehát nagyon-nagyon-nagyon pontos, szinte magyar filmben, vagy hát ezt nem tudom mennyire... Ő neki minden egyes filmje ennyire, de hogy ennyire igényesen van. Kimagaslóan igen, jó a hangja igen, ennek igen, a filmnek. Igen, hogyha, igen. Tehát gondolatilag is, vagy kitaláció, meg technikai megvalósítás is. Igen. A következőnek szerintem a zenét is ő fogja szerezni. Egy közövető kérdés, hogy ha már a stábról beszéltünk, hogy ugye a forgatási stábnál szinte mindenkit német nevet látta minden funkcióban, kivéve a világosítókat. Az hogy meg a fókusz. Hogy jött létre, hogy ki tudtad vinni a saját csapatodat? Vagy? Igen. Úgy, hogy ez egy olyan pályázat volt, aminek azt hiszem, hogy 70-80% a német pénz volt, és 20% a magyar, és azt mindenképpen el kellett költeni. És akkor én azt találtam ki a Muhival megbeszélve, hogy miért ne az legyen, hogy akkor az én csapatom, mert a Bence nem ragaszkodott itthon Magyarországról senkihez, én meg úgy gondoltam, hogy akkor én kiveszem az én világosítóimat és az én fókuszpulleremet. Csak ezért. Egyébként nem volt mindenki német, mert a díszlet, nem,
de a díszlet tervező srác az egy orosz fiú volt, a jelmeztervező meg olasz, meg az ő csapata is olasz volt, úgyhogy elég nemzetközi volt. Itt igazából terhes. Mi a munkamódszered a fővilágosítóval? Ugyan zajlik nálatok a munka? Hú, ez egy túl nagy kérdés. Nem. Én nekem nincs állandó fővilágosítóm, lenne, csak azért nincs, mert én annyi munkát nem tudok biztosítani, hogy folyamatosan ellássam munkával őket. Ezért mást is csinálnak az én nagy örömömre, mert ezek a szuper amerikai nemzetközi produkciók, amik most Magyarországon vannak, ezek olyan dolgokra tanítják meg őket, amiket én soha nem tudnék nem megtanítani, hanem tudni se tudom őket. Tehát olyan jó pofa dolgokat mondanak, és egy pillanat alatt mondanak bármire sokkal jobb megoldás, mint amit én elképzeltem. Nekem az a módszerem a fővilágosítókkal, meg úgy általában az egész stábbal, hogy én elmondom, hogy én mit szeretnék, milyen hangulatot szeretnék, és onnantól kezdve az ő dolga. Tehát, hogy ő azt hogy oldja meg, milyen lámpával, tehát én nem az operatőr vagyok, nem is tudom, a legtöbbnek a nevét se. Tényleg, olyan gyorsan fejlődik, olyan iszonyú tempóban, nem tudom te, hogy vagy ezzel. Tényleg LED lámpáktól kezdve már minden van. Hogy én megmondom, hogy milyen hangulatot szeretnék, és rábízom. De szeretsz ebbe egy kicsit kísérletezni? Tehát azt mondod, hogy fú, ezt már csináltam 42-szer így, akkor most próbáljuk meg egy picit más módon? Igen, hogyne. Most például a legutóbbi filmben, amit most nyáron forgattam, ez a Duma párbaj című film, a Pacolai Béla rendezte, és a Kis Ádám és a Hadházi László két főszereplő. Jobb film lesz, mint amit az ember elsőre gondol a címe alapján. Abba például ilyen nagyon pici ledeket vágattam különböző méretekben, és azokat tettem olyan helyekre, ami teljesen elképzelhetetlen, hogy onnan fény jöjjön, már a természetes körülmények között, de nem hivalkodóan természetesen, tehát senki nem fogja nézni, hogy ott most miért világít a fiók, vagy nem tudom, hanem egyszerűen csak akárhova fordul a szereplő, mindig van egy kis csillanás a szemébe. Ezek miatt a kis ide-oda eldugott ledek miatt. Én abszolút kísérletezem persze. Picit beszéljünk már arról, hogy ezek a... Ja, és ezt a stúdiót kaptuk, bocsánat, ami a Stúdió 4, ami olyan, azért ezek az idősebb urak a világosítók, mert ők értettek ahhoz a technikához, még ilyen lánccal kellett felhúzni a lámpát, és ott mesélte a bácsi, aki alig tudott már járni, ő volt a tulajdonosának a stúdiónak, hogy itt forgatták a Carmay filmeket, a Vinettu Solcsát-Tenhetős. Ja, akkor ez kellett... Igen. Ez kellett Berlin. Hogy itt miközben itt vártunk, hogy beszélgethessünk, akkor itt közben ilyen privát beszélgetésbe fogtunk, és itt én próbáltam a rendezőhöz való viszonyodat egyáltalán, hogy mennyire, tehát engem ez nagyon érdekelne, hogy egy rendező sokfél évvel dolgoztál, de hogy mennyire szabad egy rendezőt beavatni, egyrészt a rendező világába bekerülni, és a saját magadhoz mennyire szabad egy rendezőt, vagy kell, vagy érdemes közelengedni. Tudod, hogy miről akarok. Én úgy vagyok a rendezőkkel, ahogy szerintem ők is velem. Tehát én igazából nem engedek magamhoz közel, túlságosan közel egy rendezőt sem, meg én sem szeretek hozzájuk közel kerülni. Egy olyan rendező van, aki barátom gyerekkorom óta, de ő azért, mert gyerekkorom óta barátom. Tehát én erre nagyon-nagyon figyelek. Valószínűleg azért, mert védem magam. Egyébként magánéletemben is ilyen vagyok. Védem magam attól, hogy esetleg csalódás érjen. Tehát, hogyha mondjuk egy idő után nem én velem akar dolgozni, hanem elhív helyettem mást, ugye, ami teljesen normális dolog. Mi kérdeztettem korábban, hogy
nem rossz én nekem, hogy például a Bence, az ő most az utóbbi két filmjét egy másik operatőrrel csinálta, meg előtte is dolgozott ő vele. Én ezt úgy gondolom, hogy az operatőr az olyan, mint egy rendező úgy választ egy operatőrt, mint mondjuk egy színészt. Tehát, hogyha azt kell eljátszani, hogy valaki egy kövérnő, akkor valószínűleg az egy kövérnőt fog felkérni arra a szerepre. Hogyha olyan operatőr kell, aki úgy tud megcsinálni egy filmet, mint hogyha az egy dokumentumfilm lenne, akkor olyan operatőrt kell választani, aki abban nagyon jó. Tehát de úgy gondolod, hogy te nem tudnál megcsinálni egy ilyen... Én nem azt mondom, én azt mondom, hogy nálam valaki más, az sokkal jobban megcsinálja. Akkor buta lenne a rendező nem egy olyan operatőrt választani. A film érdeke, hogy olyan operatőrt válaszol, akivel ő azt a feladatot legjobban meg tudja majd azt a filmet legjobban tudja leforgatni. Tehát ebben semmi baj nincs. Tehát akkor te neked ez a igen. Filozófia. Igen. Mert egyébként azért érdekes, mert közben jöttem ide, én úgy, mert mi 25 éve ismerjük egymást azért a Péterrel, mi főiskolás, fölöttem járt egyel a főiskolán, ugye, ha jól emlékszem? Igen. És nekem mindig, hogyha azt kellene mondani, hogy mondjam el, hogy a Péter úgy mi jut eszembe először, nekem ő az operatőr, akiről nem mond, nem, tehát én még róla rosszat ha nem hallottam. Tehát most ezt így nem akarlak szembedíteni, de tényleg az van, hogy veled valahogy, és lehet, hogy ez összefügg egyébként ezzel is, amiről az előbb beszéltünk, hogy róla nem mondok. Tehát azért ez egy nagyon, hogy mondjam, bonyolult szakma, rengeteg mellékága van, nagyon sok rossz indulat van, de valahogy a Péterrel az van, hogy neked úgy nem, tehát te kivonod magad ezekből a... Nem konfrontálod, persze. Tehát, hogy nem. Mert hogy ez jutott először eszembe. Valaki mond valamit, jobbat mond, mint én, akkor azt elfogadom. Hogyha én tudok jobbat, nem akarja elfogadni, akkor úgy intézem, hogy egy idő után azt így, hogy az az ő ötlete volt. Tehát ez rendezőkre? Ez most rendezőkre értettem, igen. Tehát ez... Igen, ez egy jó. Hogy, na, akkor most egy nagyot ugorjunk vissza, hogy mert azt olvastam valahol, hogy te egyáltalán az operatőri pályára úgy, hogy én magam részén nem tudok egy ilyen filmet megfogalmazni, ami azt mondaná, hogy én most ezt a filmet láttam, és ezután én operatőr szeretnék lenni, vagy ez érdekel, de neked van egy ilyen film, ha jól olvastam, a Dömölkinek az Amerikai cigaretta. Ezt olvasom, ez tényleg így van. Na, akkor erről mesélj meg. Ugyanis az érdekes, hogy utána nem tudom hány évvel később az osztályfőnököd lett a Dömölki. Hát igen. Ha mennyit benne. Igen, de az a film az nem amiatt. Tudom, de na, erről mesélj meg, mert ez érdekes. Én ugyanilyen filmklubban ültem egyébként, de még Sopronban gimnazista voltam, és vetítették a Dömölki Jánosnak a Amerikai cigaretta című filmjét. És megnéztem, hát olyan jó, közepes film, csak utána még napokig foglalkoztam vele, hogy mi az, ami miatt én nekem ez a film mégis nagyon tetszik. És akkor mi az a mesterség, hogy ki csinálta azt a filmet, vagy ki csinálta ezzel a filmmel ezt, ami miatt ez én nekem ennyire tetszik. És utána néztem, és akkor kiderült, hogy ez valószínűleg az operatőri munka, a világítás, vagy a természetes fények használata, és ezt a Koltai Lajos fényképezte. És akkor én úgy döntöttem, hogy hát ha ezt egy filmmel ilyeneket lehet csinálni, akkor lehet, hogy én nekem ezt a pályát kéne. És akkor elhatároztam, és onnantól kezdve ez. Tehát ez egy nagyon tudatos, ez tetszik. Onnantól kezdve, igen. Tehát hogyha valami ilyen hatással bír lenni, és megnéztünk előtte 60-70 másik filmet, És amúgy most ennyi év után úgy gondolod még mindig, hogy egy operatőr az erősen befolyásolhat egy filmet? Mert van az értelemben, hogy... Igen. Erősen. Nem egyértelműen mondom, hogy ez jól teszi, de erősen befolyásolhatja. Egyáltalán meddig? Én törekszem arra, hogy én ne. Tehát az a legfontosabb, az egyik legfontosabb, amit én... gondolok erről a szakmáról, hogy nehogy elvonjam a figyelmet, hanem inkább irányítsam a megfelelő helyre. Tehát, hogyha valami túl, ezelőbb nem véletlenül mondtam ezt a fiókból kijövő fényt, mert
van olyan operatőr, létezik nem csak Magyarországon, a világon, akik olyan erős hatásokat erőltetnek rá egy filmre, ami miatt az ember egyszerűen kizökken, és nem tud a történettel tovább menni, mert pillanatok alatt, vagy egyik pillanatról a másikra mindig megütközik valamin, hogy ez most elvonja a figyelmét, elidegenít a filmtől. Ez a legrosszabb dolog, ez nem szabad. De egyébként a Womb egy nagyon jó példa erre, amit mondasz, mert tényleg engedi a színészeket, és nem tudok egy olyan képet se fősorolni belőle, ami ne illene bele, vagy ami elvinne, és egy bármiféle minimális operatőri önként is éreznék benne. Úgyhogy ez mondjuk jó. De azért hogy mondjam, hogy tehát mik az, tehát meddig tart az operatőr hatalma, hogy így mondjam, most ezt idézőjelben értem, tehát mi az a, hogy egyáltalán hogy méri föl az ember azt, hogy melyik rendezővel meddig lehet, hogy úgy mondjam, elmenni, tehát hogy melyik részét akarja belőled használni a rendező, nem tudom, érted-e, hogy... Hát ahány rendező van, annyi fél legalábbis, én amennyivel dolgoztam, mindegyik mást akart. Tehát van, amelyik azt mondja, hogy a legutóbbi három film, mondjuk egy kicsit korábbi három, ott az volt a divat, hogy bármi csak meg nem mozduljon a kamera, pont ezért, hogy nehogy elvonja a rendező, vagy az operatőri munka a színészről. Ez melyik film, vagy csak hogy... Van, most nem akarok bántani senkit, van ilyen, amikor ráütöttek a kezemre, hogy nehogy megmozduljon. Aztán volt egy olyan filmem, ami egy másik rendezőnél, ami kicsit így öncélúvá is vált, ő meg azt mondta, hogy folyamatosan mozognia kell. Amit nem értesz, mert hogy két ember ül az asztalnál, és nem úgy, mint a dílerben, akkor miért mozog a kamera? Mert hogy lássam a teret, hát attól most... Ilyenkor mit tud tenni az ember, hogyha valami olyan dolgot akarnak rád kényszeríteni, amit te úgy belülről nem nagyon... Volt ilyen. Mert mondtad, hogy nem vagy egy vitatkozós, vagy nem vagy egy... Volt ilyen, nem is vagyok vitatkozós, volt egy forgatás, ahol kétszer jött ki hozzám a mentőautó pont emiatt. Mert olyan dolgot kellett megcsinálnom, közös rendező ismerősünk egyik filmje, amit tényleg az egyetlen film, amit nem szívesen vállalok. Abba például olyan dolgot kellett megtennem, amit egyszerűen képtelen voltam, vagy megtettem, de nagyon-nagyon rosszul viseltem el. Tehát ez azért, mert ő egyébként ilyen, mindig mondja, hogy naszatyor, és így volt, most mi lesz ennek a filmnek a stílusa? Most feltétlenül ki kell találni valamit, hogy az valamilyen legyen erőszakosan. Egyébként, hogyha már erről a stílusról beszélünk, hogy te tehát nem te nem akarod eldönteni előre, hogy annak milyen lesz a stílusa, hanem engeded, hogy érjenek élmények, és valami fele elmozduljon majd. Ez az előkészítés alatt előbb-utóbb. Tehát van olyan, hogy úgy jön oda a rendező ezzel az állandó mozgó kamerával, hogy azt mondta, hogy ő úgy akarja ezt megcsinálni, mint egy western filmet, ahol ugye vagy a varió, vagy a fárt általában azért folyamatosan mozog, és akkor ott nem volt appelláta, akkor ezt úgy kellett csinálni. Egyébként nem tett neki rosszat, tehát ez nem egy ilyen rossz élmény volt. De mondjuk... Csak hogy te melyiket szereted jobban, hogyha mondjuk van egy erős rendezői vizuális koncepció, és én annak nagyon, kell, azt vagy szeretem. Pedig az, hogy neked kell kitalálni inkább. Tehát, hogy akkor... Ha nagyon jó, amit a rendező mond, akkor én annak örülök, és eszembe se jut gondolkodni rajta, hogy én ennél jobbat találjak ki, mert annyira teli találat, hogy akkor azt tudtuk, hogy akkor azt megcsinálom nagyon szívesen, persze. De én is azért szeretem, hogyha ha egy filmnek van valamilyen stílusa, ha a színvilágban, ha a világításban, ha a kameramozgásban, ha a vágásban egyébként is, természetesen. Tehát ennek én nem vagyok ellene, de csak addig a határig, hogy ez nem vonja el a figyelmet és nem erőlteti valami olyan formai dolgot rá, ami aztán ledobja magáról a filmet. De és mi van akkor, amikor egy forgatókönyvben egyetem szerinted mennyire lehet, vagy a te praxisodban mennyire lehet eldönteni egy forgatókönyvben, hogy abból milyen film születik majd? Én nekem eddig még egyszer sem sikerült. Nem sikerült. Egyszer sem sikerült.
Tehát gondoltad valamiről azt, hogy ebből, hát ebből nem fog jól kisülni, és igen, és nagyon érdekes. A Csíni Babáról én azt gondoltam, hogy az nem lesz jó. És akkor átszóltam, most jó nem, azt most nem tudom eldönteni, mert nagyon régen volt, eddig akit ismerek is. Ez egy kultuszfilm. Igen, az egy kultfilm lett. Abban egyébként voltak általam is kitalált formai elemek, mondjuk a Péternek ez a lassítok, még inkább lassítok, meg gyorsítok technikája, és azért elég erősen rányomta a jegyeit, bár nem ezért jó film, hanem, vagy nem ezért szeretik, hanem azért szeretik szerintem, mert mi nagyon-nagyon szerettük csinálni. És mindenki, aki abba szerepelt, az nagyon szerette csinálni, és ez ott van. Ezzel nem tudsz mit csinálni, igen, az ott van. Egyébként a Péterrel csináltad az első játékfilmedet, ugyebár. Igen, még főiskolásként. Még főiskolásként. Hogy ugye nekünk erős élményeink vannak mind a kettő, és itt ült a Péter is egy jó pár, én nagy tisztelője vagyok. Igen, tudom. De hogy azért ő vele nem könnyű forgatni, azt azért így, most így kibeszélhetjük a háta mögött, hogy ő neki a kép azért, ő neki nem sokszor nem annyira fontos, mint nekünk, vagy ő. Hát erre tudok ilyen példát is mondani, meg olyan példát is. Tehát én meg úgy pont az előző, amit próbáltam itt mondani és leprezni, hogy mi volt, az ő, a Péter által rendezett Zimmer Feri című film. Aminek én csináltam a második. Te azt te nyerted, igen. Tehát hogy annak, amiatt lettem én rosszul kétszer, az hogy az ott nem akarta a képet megerőltetni, az nem igaz. Tehát ő ott nagyon erősen próbálta ezt a stílust arra ráerőltetni. Viszont van másik, például a 6-3, amit nagyon-nagyon szeretek, ott viszont teljesen egyértelmű, csak egy dolgot kért, hogy ott csak fixek legyenek, és onnan az összes többi dolgot azt rámízta. Tehát ott igaz ez, amit mondasz, hogy semmit nem foglalkozott az és viszont... azt meg tudod mondani konkrétan, hogy mi volt az, ami annyira idegen volt tőled, ahogy azt nem szívesen, vagy ezt nem szeretted megcsinálni? Igen. Azt találta ki, nem úgy, ahogy a Bence, ebben a Wumban, hogy a tenger jelenlétét ő szerette volna, de ő a Balaton jelenlétét akarta végig folyamatosan a hátterében érezni a Zimmer Ferinek, és ezért kitalálta, hogy állandóan balra-jobbra billegjen a kamera. És tényleg annyira zavaró, szerintem nézőként is, hogy megbolondulsz tőle, hogy folyamatosan ezt kell látnod. De az kézből csinál? Nem, és folyamatosan. Érdekes, én erre nem is emlékszem, hogy abban a filmben. Hát mert valószínűleg, egyébként érdekes, mert tévében működik, mert ott nem ekkora vászon, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy az ember az tévére komponál, vagy mozivászonra komponál. A tévében ugye egy ilyen kisebb szöccenészt észre se veszel. De a moziba az első sorból egy ekkora vászlon, Korvin moziba, hát hanyatt esnek. Tehát az ilyeneket nem lehet. Én ezt tudtam, ő meg nem itt el. De érdekes, hogy ennek dacára rengeteg rajongója van a Zimmer Ferinek. Tehát nagyon sokan szeretik. Itt azok biztos tévén nézték meg. Na, de hogy például, ugye, mert beszéltünk arról, hogy rendezőköz való viszony, nem tudom micsoda, hát hogy ott is véget ért egyszer ez a munka a Péterrel, hogy az például az neked milyen hanem azt hiszem vele csináltad a legtöbb filmet talán ide. Igen. Hogy hogyan érintett téged? Ugye ez a Vakvagányok című film volt, amit együtt csináltunk aminek a stílusát az utolsó pillanatig nem tudtuk kitalálni, és folyton ezzel jött, hogy na mi lesz ennek a filmnek a stílusa, mi lesz ennek a filmnek a stílusa. És amikor az elkészült, akkor én úgy döntöttem, hogy ha Péter legközelebb fölhív, hogy lenne itt egy újabb forgatókönyv, és akkor úrjunk neki, akkor azt mondanám, hogy nem, Péter, ne arra úgy, de nem. És az volt az érdekes, vagyis az az érdekes ebben, hogy ezt ő is azt érezte, mert azóta nem hívott. És azóta... De... Hát akkor ez egy ilyen szép elvállás tulajdonképpen, vagy hát Viszont te viszont nyertél tőlem egy mozit, azt nem tudom, tudod-e, hogy annak idején én fel lettem kérve
a Böllem Lecsemi. Médin Hungáriára. Ja, igen? Csak a VOOM miatt nem tudtam elvállalni. Köszönöm. Szóval, de most most térjük át egy másik fajta rendezőre, aki viszont, aki szintén ült itt a helyeden, Soksics Árpádnak hívják, és egy nagyon szép filmet csináltatok, Torzóka cím, mert nem tudom, látta-e valaki? Kár, nézzétek meg. Hogy beszélj már picit az Árpi, mert az Árpi egy különös fajta rendező. Ő azt hiszem, aki nagyon-nagyon megvan arról győződve, hogy az ővé az egyetlen igazság, ami létezik. De hogy vele hogyan? Mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom és nagyon szép film lett, és az arra kíváncsi vagyok, hogy az hogyan dolgoztatok együtt. Hát az Árpi van, igen. Hát az Árpi egy nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz eset, ő neki nagyon rossz, nagyon hányatott, nagyon zaklató gyermekkora volt. Egyébként az a Torzók az ő gyerekkoráról szól. Most ez a film szerintem azért született meg egy ilyen analízisként, nem tudom, hogy mondjam, hogy ő ezt magából ki adja egyszer és mindenkorra ezt a szenvedést, amit ő átélt. Na most ezt a szenvedést rajta kívül a forgatáson mindenki átélte, nagyon-nagyon nehezen volt kezelhető. Bizonytalan volt, sajnos nem tudta, hogy éppen mit akar. Forgatási nap végén 12 óra után leültünk, és akkor átbeszéltük a holnapi napot, mert mondta, hogy ez csak úgy lehet, és akkor reggel 3-ig átbeszéltük, reggel 7-kor mentünk forgatni, és délután 2-kor még nem forgott a kamera, mert nem tudta, hogy akkor most mégis mit csináljuk. Az a futbocs, hogy megzavarlak, hogy de ebből semmi nem látszik a filmben, egy nagyon-nagyon tudatosan felépített. Mert amikor te elkapta a fonalat, akkor viszont nagyon, nagyon ott volt, és nagyon tudott ezekkel a gyerekekkel. Érdekes módon úgy beszélt velük, mintha ő a nevelőjük lenne egy nevelőintézetben. És nagyon fura volt, vagy érdekes volt a gyerekeknek a gyerekeknek a hozzáállása a színészekhez, tehát annyira érezték ugye ott a rossz... Torzókból nincsen verkezős státus? Nincs. Hát ott nem volt stábfotós azért. Bocsánat, igen, folytatás. Hogy a gyerekek annyira levették, hogy a Mácsai Pál volt a kegyetlen tanár, és a Gálfi Laci volt a szerethető, és a Fodor Tamás volt az iskolai igazgató, és annyira jól választotta az Árpi ki a szereplőket, hogy a Mácsaitól rettegtek a szereplő gyerekek, a Gálfit azt szerették, a Fodort még nem vették komolyan. Tehát azokat a civil életben ott, mert ugye leköltöztünk vidékre 3 hétig. Uh-huh. Tehát ez a film ennek is köszönhetően jó, hogy tulajdonképpen nagyon el lettek találva a szereplők, és nagyon el lettek találva a gyerek szereplők is. Uh-huh. És mert úgy emlékszem, hogy amikor én valamint dolgoztam, de az Árpi nagyon, tehát ilyen optikára megmondja, hogy akkor ez 50-es, ez 25, tehát hogy ugye, hogy valamint úgy emlékszem, hogy... Igen. És akkor aztán felvesszük mással is, uh-huh. Mert nem biztos, hogy az a jó, uh-huh. A Árpival ellentétben a tímár például ezt tökéletesen tudta. Tehát amikor forgattunk még a Péterre visszatérve, amikor én a filmjeimet forgattam, az ő filmjeit forgattam, akkor még nem volt videóasszist sem. Igen. Tehát csak az operatőr nézett át a kamerán, és nem volt sem monitor, semmi. És csak én láttam, csak az operatőr látta, hogy mi az, ami a nyersanyagra kerül, és aztán majd a vászonra. Meg a Péter. Tehát ott állt a kamera mellett, és mondtam, hogy a 35-ös optika, akkor pontosan tudta, hogy annak mi a képhatára. Uh-huh. Tehát, és ja, is, hogy meddig akarja használni a snittet. Tehát, hogy az nem tudom, az most is így van-e. Tökéletesen tudjuk. Péter, vegyük már végig legalább. Hát, ha akarsz majd belőle használni. Nem, azt ott, mert ott azt el kell ott vágni. Ott igen, nem, igen. Úgy csak akarom tovább használni. Így, és nem is használja. Mert ugye ő a vágó. Igen, és nem is használja tovább, igen. Igen. Most, egy kicsit szerintem lépjünk tovább olyan értelemben, hogy egyrészt mindenképpen majd szeretnék sort keríteni arra, hogy egy picit a reklámfilm műfaj is szóba kerüljön, mert az egy teljesen más terület. És már az, beszélünk már, is róla. Igen, van, jó? Pont meg, de még előtte egy dolgot azért kérdeznék, hogy
hogy van-e valami, amikor így nekifutsz egy játékfilmnek, akkor van valami olyan rutinod, vagy módszered, ami a... Megállt? Ez nem annyira jó jel. Honnan folytatom? És hogyha még egyszer beindítod? Nem a full. Vagy lehet, hogy nem a full. Ellen? Vagy lehet, hogy nem volt formatálva. Odaadnám valakinek. Balázs? Jó, de most akkor mindent letörölsz, ami be. Igen. Most mit tervezel, Balázs? Valami megoldás biztos van. Le tudom tölteni a laptopra, és utána formatálni. Te is egy másik kártya? SD kártya? Mi van benne? Micro SD. Ha van kártya olvasó, akkor megoldhatom. Már jön is a segítség. Szakon belüli kooperáció. Közben akkor... Vagy várjuk meg? Várjuk meg, mert hát... Nem tudom, mikortól szűnt meg a hangfelvétele, úgyhogy csak így most odanéztem, és láttam. Jó, ez most egy kártyacsere, azt még meg tudjuk várni. Ez olyan, mintha kifutna az anyag a gépben, és akkor... Oké? Okay. 1 óra 52 perc, jó lesz? Az elég este. No, tehát, hogy van-e valami olyan, amikor így nekifutsz egy filmnek, akár az, hogy hogyan próbálod a forgatókönyvet úgy a sajátoddá tenni, és úgy eligazodni benne, akár az, hogy technikailag, hogy próbálod kitalálni, hogy akkor ez most mi fog kelleni, meg mit fogsz használni, vagy tehát az egész megközelítés módban van-e valamilyen rutin, vagy valami, vagy mindegyiket tök más, hogy kezdesz hozzá, van-e neked valamilyen ilyen szokásod ebben a kapcsolatban, hogy ez hogy mész neki a filmeknek? Hát ez több lépcsőben zajlik. Az első az, hogy elolvasom a forgatókönyvet. Nagyon-nagyon-nagyon fontos nekem az első benyomás. Tehát amikor én olvasom, és amit én akkor látok, az eseteknek a 80%-ában azt majd úgy szeretném megvalósítani. Aztán következő lépésben akkor tudok tovább haladni, amikor már vagy a rendezővel beszéltem, vagy már ismerem a helyszíneket. Mert azok azért nagyon befolyásolják ez a Konyec című filmnek a japán plakátja. Az van odaírva. Tehát, hogy igen, ilyen több lépcsőben halad. Igazi rutin nincs. Tehát a rutin része az, hogy első elolvasásra amit látok, az nagyon valószínű, hogy az lesz. Van úgy, hogy mondja a rendező majd, hogy akkor mit láss, olyan is van, de ez azért elég ritka. És aztán így csinálsz valamilyen jegyzeteket, vagy bármit magadnak, vagy csak úgy beraktározod azt, ami ugye a fejedben akkor megjelenik? Ne, első körben még nincsen jegyzet. Jegyzetelni a helyszíneken. A helyszíneken kezdek jegyzetelni. És miket jegyzet? Hát majd, hogy lehajzolom, hogy mi, honnan venném fel, hogy csinálnám, milyen világítás, stb. Tehát az... A terepszemlén, vagy még a helyszínen? Helyszín bejárás. A terepszemlén már ugye kell mondjam. Igen. Tehát amikor hogy kiválasztjátok, hogy na, akkor ez jó lesz, és itt forgatunk, akkor ugye elkezdesz magadnak, hogy alaprajzot csinál, meg ilyesmi? Hát alaprajzot nem, mert igazából inkább fotózok most már. Inkább fotózom, és akkor megpróbálom a beállításokat, az általán elképzett beállításokat lefotózni. És akkor abban utána bele lehet rajzolgatni már a szereplőt. És ezt hogy tudod találkoztatni a rendező fejében levő képpel? Hát ez innentől kezdve már közös munka. Tehát amikor már ott vagyunk a helyszínen, akkor már ezt én nem egyedül csinálom, hanem ezt már megbeszéljük természetesen. Van olyan, hogy a rendező nem ér rá, nagyon sokszor van ilyen, mert csinálnak mást,
És akkor az ember egyedül kénytelen. Jó, akkor... Akkor csúszunk át egy picit a reklámfilmbe, mert hogy abban a irigylés méltó helyzetben vagy, hogy ami hát kevés operatőrnek a sajátja, hogy játékfilmet is csinálsz, és reklámfilmet is viszonylag sűrűn, ha jól gondolom, ugye? Igen. Hogy mit gondolsz erről a reklámfilmről amúgy? Tehát, hogy ez egy nagyon jó pénzkereset, kiegészítő dolog két játékfilm között, kísérletező terep, tehát hova rakod ezt így magadban? Kísérletező terepnek nem mondanám, mert annál, sőt, inkább ez egy alkalmazott műfaj. Tehát tűpontosan megmondják neked, hogy miket és hogyan szeretnének. És a játék, még egyszer, hogy minek, hova lehet ezt elhelyezni, ezt a reklámfilmet, hogy ez egy, mert azért tudjuk, hogy itt igen, nagyon komoly összegekről van szó. A kísérletező műfaj, amit én a főiskola idején is csináltam, és utána jó pár évig, és aztán ez mosódott át a játékfilmbe, az a videoklip volt. Tehát a videoklip az marha jó arra, hogy egy csomó dolgot felelőtlenül szinte, igaz, hogy kis kevés pénzből, de felelőtlenül kipróbálhatsz, amiket aztán később majd játékfilmben is tudsz alkalmazni, tudod kamatoztatni az ott szerzett tudásodat. A reklámfilmben vannak olyan reklámfilmek, van, ezek között is lesz majd, ami gyakorlatilag a teljes kreatív elképzelés és kitalálás és kivitelezés az a rendezőnek és nekem közös termékünk, ügynökségtől, kreatívoktól teljesen függetlenül. Nagyon nagy, aztán van egy másik film is, amit viszont teljesen úgy találtak ki, ahogy az le is lett forgatva. Én nekem csak azt mondták, hogy akkor nézzen ki így és így és így. Itt van egy kérdés, és aztán szerintem nézzük meg azt a pár filmet, amit hoztam, mert akkor lehet, hogy konkrétabban tudunk kérdezni. Egy picit visszakanyarodnék még az eredeti ma esti filmhez. Egy olyan technikai kérdésem lenne, hogy ugye váltogattod az elején a tág, illetve a szűk plánokat ugye külső-belső helyszín között, hogy miért volt arra szükség, hogy képen belüli vágást alkalmazza, hiszen éppen elég szűk volt a kép, tehát hogy ez egy plusz dolog volt, hogy még szűkítetted a képet. Melyik? Hát mondjuk, amikor a laptopon keresztül látjuk a srácnak az arcát, hogy nézi vissza a klónjának a... meg a fürdőkádas jeleneteknél azért lett ilyen szűk a laptopon, laptop fölött látszó srácnak az arca, hogy arra könnyen vágható legyen a laptopon lévő szintén szűk kép. Hogyha más méretű plánt mutattam volna, akkor nem éreztük volna ezt annyira. Nézzünk a filmekbe, amiket hoztál, pár reklámfilmet, ugye? A sorrendet mondd, hogy nézzük. A legelső az lehet, hogy még nem is megy a tévében. Akkor nem meséljük el vele. Nem, ez a MediaMarktnak az új kampánya, ez például pont egy olyan film, amire tökéletesen az igaz, hogy a kreatívok az első pillanat, az első kockától az utolsó kockáig kitalálták. A díszletet egyébként a Hújbel Balázs tervezte. Nézzétek meg, jó, szerintem érdekes. Vegyétek el a fényt, és akkor úgy... Valaki a gépházba? Ki tudjátok kapcsolni a világítást addig, amíg megnéznénk a filmet? Nincs az. Hazamentek. Kint vannak. Zsiki, nézel? De szerintem látszunk. Látjuk így, nem? Igen? Jó, akkor... Húvó helynek elmegy. És szerinted így tudok főzni egy tisztességes vacsorát a családnak? Megőrültetek? Ezen én nem nézek meccset. Te feltúrod az internetet és berendezel egy olyan kunyát, ami a mamának is tetszene. Ti pedig észlénye, kerítetek nekem egy akkora tévét, mint ez a szoba. Brutális választék, durván jó árak. Online vagy személyesen? MediaMart, mert hülye azért nem vagyok. Ez egy ilyen családi sorozat lesz erről a kis maffia family-ről, akik a
meghalt nagynéninek a lakásába költöznek be. És szerinted itt tudok főzni a tisztességes vacsorát a családnak. Jó, szerintem menjünk át. Körre. Az melyik legyen? Ez egy régebbi. Nézzük meg a szerencsejátékot, a harmadikat. Nem elég tehetségesnek születni. Ahhoz, hogy sikeres legyél, minden egyes nap le kell győznöd a legnagyobb ellenfeled. Önmagad. Ha erre képes vagy, a szerencse hozzásegít, hogy az egész világot legyőzd. Hiszünk a szerencsében. Jó. Ennek milyen speciális felvételi érdekessége van? Például ez a kamera bent van a vízben? Vagy igen, de nem az a fő érdekessége, hanem hogy az összes úszó az ugye ő, igen. Akik egymás mellett úsznak azok is. Ez egy ilyen többszöri felvétellel készült, és mégsem motion control-al. Ezek ugyanők, igen. Hát, hogy ugyanarra a fárcsínre rátettétek. Igen, kamerát, igen, és csak... igen, csak nem mozdult el a kamera, és aztán körbe lett rajzolva. És ez például, ez előtte van a... Igen, kránon benyúltunk a víz föl, és úsztunk a tortukat. És egy ekkora, azért ez egy jó nagy szett, ezt lámpában azért ez nem volt kevés. Nem. Nem, ezt éjszaka forgattuk, az, amit ott látsz. Az utónka. Az, igen, az az én erkélyemről készült otthon. Fényképeztem. És az is úszoda, az nem ilyen. És ez a te úszodád, nem? És azt akartam még kérdezni, hogy ez a rövid zársebesség, amivel ez készült, ez kérés volt, vagy ezt találtátok ki, vagy mit történt? Ez nem az. Én szerintem ez normál zársebességgel készült, csak lehet, hogy most valószínűleg a tömörítés miatt, vagy nem tudom, mi miatt érezhető. Mert ott főleg a közelebbiken érzem, amikor a víz cseppek, ahogy kijönnek, és hogy valamitől olyan, mintha ilyen átlagnál rövidebb lenne az zársebesség. Nem emlékszem. Látod itt? Aha. Hát egy picit lassítva van, de 32 kocka. Itt is az a kocka, igen, 32 kocka volt szerintem. Uh-huh. Jó, na akkor ugorjunk. Ha már kockaszámoknál vagyunk, akkor menj légy szíves oda az Unicomhoz. A harmadik hátulról, igen, ez 300 kocka. Unicom több mint 40 féle bőrfülétől. 6 hónapon át aszalszió álljon. Több szakotni van érlelve. Ez az Unicom szilva. Aszalszió álljon, több szakotni van érlelve. A Unicomból többet is csináltál, nem? Én ezt az egyet csináltam. Ezt csináltam? Igen. Amúgy te nem vagy ilyen technikai beszállat, nem? Az, hogy filmre forgatni, vagy elektronikára forgatni, hogy mi a viszonyod a kétféle technikához? Mert ugye a Bombasz filmre készült, hát ezek most már, meg ezek az új filmjeid is gondolom Alexával, vagy digitális technika, hogy Én most már egyre inkább kezdek, én most már egyre inkább kezdek, hát megkezdem megszeretni jobban az elektronikát, mint ahogy a filmet szeretem, sajnos. De mi a, hogyha így lehet erre magyarázat, akkor az... Sokkal, az a baj, hogy ebben a tempóban... Vagy gyújtsuk fel a fényt, vagy pedig elővetítsünk és utána... Még nézzük meg akkor azt a két szegényeknek. Nem érdemes, mert az... Nem érdemes.
majd inkább még lesz egy trailer. Jó, akkor a következő játék film. Jó. Akkor már rá is fordulunk a mostani dolgaidra. Igen. Na, ezt még mondd már el, Léci, mert ez érdekel, hogy itt van egy ilyen őrült nosztalgia. Sokkal jobb most már a... Sokkal inkább kiszolgálja az operatőrt most már egy elektronikus filmforgatás, mint ahogy a film azt meg tudná tenni. Nekem is azért érzik a szívem, mert sokkal jobban szerettem a kémiát, mert ugye a film az inkább kémia és fizika, digitális forgatás, meg matematika az iskolában, de most már szerintem meg kell tanulni a matematikát, mert sosem voltam jó benne. De hogyha mondjuk egy döntést hozhatsz, mert persze nem én az azt mondanám, én azt döntés mondanám, hogy én elektronikára szeretném. Tehát azt mondják, hogy Péter, itt egy film, kapsz 25 ezer méter Kodak Eastman anyagot, vagy Arri Alexa? Nem ez a lényege. A lényeges sajnos az, hogy ahhoz, hogy te filmhez forgass, ahhoz nagyon rövid idő most már, amit Magyarországon egy filmforgatásra engednek. Tehát most, amiket én forgattam az elmúlt pár évben játékfilmeket, ezeket 25-28, maximum 30 nap alatt kellett lefogni. Tehát úgy gondolod, hogy a filmes átfutás, vagy a filmes technika az már ezt nem teszi lehetővé? Nem teszi lehetővé, mert a filmes technikán az emberek sokkal óvatosabbak, sokkal inkább... Tehát az elektronikánál azt mondod, hogy jó, fusson az anyag, fusson, vegyük fel még egyszer, a filmnél ilyen nincs. Sokkal lassabban haladsz, sokkal megfontoltabb vagy, arra ez az idő nem elég. Tehát csak ebből a szempontból mondom, tehát praktikusabb. Most még egy pillanatra visszatérnék a reklámfilmhez, abból a szempontból, hogy nektek egy tulajdonképpen egy olyan egészen kivételes helyzetetek jött létre, amire talán még nemzetközi példát sem nagyon tudnék mondani. Ugye te a stábfilmbe kezdtél el reklámfilmet csinálni, és hát egy olyan kivételes helyzetbe kerültetek, hogy egyrészt tényleg a legjobb és a legizgalmasabb lehetőségek közül válogathattatok, hogy mi az, amit elvállaltok és megcsináltok, és így szemezgettétek a piacon a legjobb munkákat. De ami még érdekesebb, hogy egy idő után olyan óriási szabadságot kapott a ti stúdiótok a reklámfilmnél, amitre nem tudok nagyon példát mondani még a külföldi tapasztalataim alapján sem, hogy egy ügynökség ennyire szabad kezet adjon abban, hogy... Tehát most gondolok, ezek nem mai filmek, hanem ez még a hőskorszakra gondolok. Egy olyan, mikor volt az egy 10 évvel ezelőtt körülbelül, hát, vagy még több? 8, 10, 12. Tehát hogy tulajdonképpen majd, hogy nem rátok bízták, hogy mi legyen az a könyv, hogy forgatjátok le, hogy milyen ruhába öltözön az a szereplő, és ugyanis ezek nem tudjátok elképzelni, hogy milyen iszonyatosan nehezen átmenő dolgok egy reklámfilmnek. Tehát az, hogy amikor reggel 6-kor megcsörren a telefon, hogy a mai prezentációra csak 2 kockás inget tudunk mutatni, és biztos, hogy az ügyfélnek kell még egy harmadik kockás ing is, mert akkor nem lesz döntés. Tehát, hogy ennyire görcsösen mindent előre meg akarnak határozni egészen pontosan, és ez így készül a reklámfilm. Ehhez képest, hát ti úgy öltöztették föl a szereplőiteket, ahogy az reklámfilmben sehol soha nem jelent meg. Olyan figurákat választottatok ki, akiket soha nem engednének egy casting szalagról kiválasztani, vagy fénykép alapján. És olyan jeleneteket csináltatok meg, ami teljesen... Tehát ezeknek a reklámfilmes standardeknek tulajdonképpen az ellenkezőjét megcsinálhat. Igen, szerencsénk volt. Ezt azzal is magyaráznám, hogy akkor abszolút a korosztályunk volt az, akik a döntéseket hozták, az ügynökségnél, a kreatívok, az ökantok, mindenki. Most azért más a helyzet, mert ez most az egyik legfőbb problémánk nekünk a reklámforgatással
vagy reklámfilm készítéssel kapcsolatban, mert már nem ez van, hanem egy generációváltás történt, és sokkal fiatalabbak most a döntéshozók, mint mi, nem fel annyi idősek, mint mi, és az ő státuszukban nem fér bele az, hogy ne ők mondják meg, hogy mi legyen. Tehát hiába mondjuk mi sokkal jobbat, mint ők, vagy legalább egy picit jobbat, de biztos, hogy jobbat, mint ők, nem fogadják el, mert ő nekik azt kell mondani, hogy ez nem így van. A főnökük felé, vagy nem tudom kik felé. Ez de hát egyébként az akkor is így volt. Akkor is így volt, csak akkor... Kivételes helyzetben. Hát de nem, mert akkor... Azt mondani ilyen filmet, ami csak hogy nagyjából képbe legyenek a gyerekek, hogy melyik filmekre gondolok. Az egyik első ilyen film volt, ami nagyon nagyot szólt, azt a Bergendi Peti meg a Gyuszi csinálták. Az a Soproni sör, vagy nem tudom, egy ilyen szerelőcsarnokba játszódott, és ilyen koszos emberek koszos kézzel nyitottak így az asztal sarkán sört, és ez egyszerűen akkor átszólt, mindenki azt a sört akarta venni, de mert ezt az egészet, ezt mi találhattuk ki. Egyébként ebből a három filmből az egyetlen, amit mi találtunk ki, az unikumos. Ami szerintem valószínűleg szintén így működik, de az unikumnál még mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy ott azt mondják, hogy akkor itt van, és akkor ez a termék, és találjátok ki, mit. Igen. Ez egyébként, amit most ez a kép, ez tök jó, hogy ez állt meg, ez négy léjjelből van fölvéve. Külön léjjel az előálló fiú, külön az öntő, külön a ló és külön a háttér. A logó bele is van nagyítva. Mert ugye ez képtelenség, hogy ez az egész egy ritmusban történjen, úgyhogy a kamera közben 300 kockával szalad, és összesen 5 másodperc hasznosat tud. Tehát ez azzal a sebességgel megy. Jó, hát igen, azt sajnáljuk, hogy ez a korszak az most éppen nem létezik tovább. Na jó, akkor Most ráfutunk most már a mára, mert hogy most a Péter, azt hiszem 3 vagy 4 filmet is fényképeztél az utóbbi egy-két évben, tehát valami négyet, most 4 bemutatom lesz 3 hónap alatt. Irigykedünk. Mesélj, hogy melyik filmek ezek, és akkor fölkeltjük az érdeket. Ez a Mancs című film. Mancs, az most milyen állapotban van? Azt most fogom fényelni. Aztán a szarvassá változott fiú, azt is most fogom fényelni. Az a Vinyelszki féle. Az a Vinyelszki féle, a Töröcsik Mari és a Trizsolt. Az fantasztikus. Az egy ilyen filmvers, gyönyörű. Aztán a Lizarok, a Tündér, meg most még az a Duma párból, amit most forgattam. Ezek mind mostanában, mind februári? Igen, december, január, február. És ez mennyi idő terméke, ez a 4 film? Két és fél év. Ez sűrű. Hát aztán. Akkor nézzük meg valamit, melyiket hoztad? A Liza a Róka tündért, amin fogtok látni egy feliratot végig középen, az a vágónak, ez az előzetes és a vágónak a neve, amiatt, hogy ne lehessen föltenni a netre, úgyhogy nem derül ki, hogy került oda. A fényt akkor vegyétek el még egyszer. Ez már elkészült? Ez elkészült, csak a bemutatóra már, igen. Ez felulárban lesz a bemutatója. Ez teljesen kész. Le van keverve, be van figyelve, igen. Hát nem is emlékszem hirtelen, hogy magyar filmben láttam ilyen világot. Hát hosszú ideig is készült, igen. Ez másfél év volt csak az utómunkája, a trükkök. És első filmes rendezővel van itt szó. Mesélj valamit erről. Ez egy nagyon érdekes, mert itt az előbb ugye beszéltünk, hogy hogy készülök fel arra, hogy neki ugrom egy filmnek, hogy elvállok egy filmet, vagy elkezdek forgatni egy filmet. Ez úgy alakult, hogy befejeztem a Nejem Nőm Csajom című filmnek a forgatását tavaly előbb nyáron, és elmentem nyaralni a gyerekeimmel, és jött a telefon, hogy
nagy baj van, haza kéne jönni, mert a dán operatőr, aki ezt a filmet elkezdte, ez nem vár be. És most, ha nem probléma, akkor a Karcsi, a Dújmészáros Karcsi, ez leutazik hozzám Balatonra, hozza a Musztrát, hogy én nézzem meg, hogy az elmúlt pár nap forgatásából mi az, amit én vállalok, és mi az, amit nem. És amit nem vállalok, azt újra leforgatjuk, és hogy egyébként a filmet azt befejezem-e. És akkor eljött, láttam, hogy mi a probléma az anyaggal, mondtam, hogy szerintem olyan nagyon nagy baj nincs. De mi a probléma, akkor avasd be picit, mi volt a probléma az anyag? Hát túl lett szűrőzve, meg igazából teljesen koncepciótlan volt ez egy reklámfilmes operatőr, dán operatőr, aki a Karcsiban nagyon sokat dolgozott, és azt hitte a Karcsi, hogy akkor egy játékfilmet is meg fog tudni csinálni. És jeleneten belül olyan fényirányugrások, meg egyébek voltak, amik egy reklámfilmben ugye elmegy, de játékfilmben ilyen nincsen. Ez megengedhetetlen, tehát elsősorban ilyen problémák voltak. Meg emberileg is a stáb nagy részével nem találta meg jól a hangot. És akkor tulajdonképpen mondtam, hogy ezt a hetet, ezt még ha töltsem a gyerekekkel, azt úgy töltöttem, és akkor hétfőn mentem be a stúdióba, tehát ennek az előbb készítettem. Forgatás is volt? Igen. De egy hete forgott a film. De és akkor hogy, na most ebben a helyzetben hogy tudtál egy ilyenre ráhangolódni? Hát úgy, hogy én ismertem a Karcsit már korábban, tehát én tudtam, hogy mire számítok, és egyébként egy nagyon-nagyon precíz rendező, minden tűpontosan, tökéletesen, kockára le volt rajzolva. Tehát tulajdonképpen semmit nem kell csinálnom, csak majd tudnám megkeresni, hogy ez honnan néz úgy ki, mint amivel le van rajzolva, és akkor föl kellett venni. És egy kicsi autó volt, akkor még nyaradtatok is, és utána... Igen, és egy nagyon jó kis mozi. Tulajdonképpen nem szereti a Karcsi, ha ezt mondom, de ez pont olyan, mint hogyha a Emily csodálatos életének az ellentétje lenne. Tehát amihez a csaj nyúl, az meghal. Nagyon, nagyon, nagyon jó pofa film, ezt szeretni fogjátok. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Na és mi a másik? Mondtad ezt a Duma párban, ezt a Pacsolai Bélával. Pár mondatban mondtál, hogy hát ez egy ilyen rivalizálás, generációs különbségek. A Kis Ádám és a Hatházi László két stand-upos egymás papírjaira törnek igazából, és az Eszenyi Enikő, aki elég furcsán néz majd ki a filmben, nagyon jó, ő a menedzserük. Aha. És egy ilyen történet viccesnek indul, de a Béla rendezte, úgyhogy nem az lesz, hanem egy komoly film lesz belőle szerintem. Nincsen. Ebből még nincs összevágva. Na, én most ránézek itt a hallgatóságra, hogy kibe szorult kérdés. Engem a dílerrel kapcsolatban érdekel az, hogy ennyire a körfáltra építettetek, és világításban, meg egyebekben mikre kellett odafigyelni? Főleg mondjuk külsőben, hogy világítottatok. Hát azért, hogyha megnézted, vagy biztos megnézted, csak ha jól megnézted a filmet, azért ez túlozgat, hát nem végig körfáltra. Tehát ahol ezt nem tudtuk megoldani világítással, nem tudod, jó ez. Nem tudtuk megoldani világítással, ott nem használtunk körfáltat egyébként. Sokszor pont emiatt nem, mert vagy olyan tereptárgyak kerültek be, amiket nem akartunk, hogy bekerüljenek a képbe, vagy benne tudtunk elhelyezni hova lámpát. De volt olyan, most nem mondom melyik esetben, ahol a világosítók folyamatosan mozogtak. Tehát amikor már átmentünk a másik oldalra, addigra ők már szépen elpakolták azt, aminek korábban az volt a feladata, hogy azt bizonyos részletet ott megvilágítson. De egyébként meg föntről világítottam sok esetben, meg én nem jövök zavarba attól, hogyha egy jeleneten belül van, amikor hátulról jön fény, van, amikor meg szemben. Úgyhogy nem volt egyszerű, de megoldottuk. Ott például olyan tempójú forgatás volt, azt hiszem 14 jelenet van a filmben, azt 14 nap alatt vettük fel, tehát ott annyira lehetett koncentrálni az adott jelenetre, hogy egy nap alatt egy jelenetet, egy beállítást vettünk fel. És nem is akartátok teljes körbe vinni a jelenetet? Volt, amikor teljesen körbe mentünk. De hogy mindegyiket? Nem.
nem feltétlenül szükséges. Egyébként van egy olyan jelenet, ahhoz, hogy egy film egységes legyen. Van egy olyan jelenet a filmben, amikor egy ilyen rézsű domboldalon vagyunk, egy ilyen töltésnek az oldalán, és a tetején van a diller, és akkor már tudja, hogy a kislánya egy ilyen biciklivel egy ilyen sziluettet látni. Az például egy ilyen nagyon lassú fártság, tehát ott képtelenség lett volna körbe menni. Egyébként az az a jelenet, amikor a Bence kitalálta a Tejú című filmet. Tehát, hogy egy ilyen nagy tiszta kép, és akkor ott saját magát plánozva történik a dolog. Itt még elő volt egy jelentkező. Azt szeretném kérdezni, hogy itt a VOM-val kapcsolatban, de hogy általában mennyire jellemző az, hogy konkrétan a más jutott eszembe, amikor újból találkozik az Eva Green meg a csávó, és csak a kezüket látjuk, hogy a párkányon vagy mint támaszkodnak együtt, és a két kéz egymás mellett. Nekem ezekön megfoghatatlanak, hogy ezt mennyire, tehát hogy például ezt a snittet, az konkrétan ki volt állva, hogy lesz egy ilyen snitt, vagy mennyire jellemző az, hogy az részt ez nem lett konkrétan kitalálva előre. Ez úgy történt, hogy volt a jelenet, ott fönn a hálószobában, ugye arra gondolsz, Kotának az ablaknál, és akkor érnek igazából először egymáshoz. És ezt olyan szépen csinálta a két színész, hogy akkor észrevett a Bence, hogy mit csinálnak az ujjukkal, és akkor mondta, hogy akkor erről most mindenképpen csináljuk, vegyünk fel egy közelét. Ez előre nem volt kitalálva. És ez... Meg igazából ez ugye arról is szól, hogy először érnek egymáshoz, hát akkor nem fogunk egymásnak ugrani, hanem tényleg a két legkisebb testrészük, amik összeér először. És például ez így magyar filmnél, mert hogy ez nagyon kis snit, de ez mennyire fér bele, hogy ilyen kis apróságokat ott helyszínen, vagy nem csak apróságokat, de bármit így helyszínen. Ilyen hangulati elemeket mondani. Hát... Hát ezt nem tudom megmondani, hogy ez magyar filmnél mennyire fér bele. Van olyan, amikor most például ebben a Duma párbajban kifejezetten szerettünk volna ilyen hangulati elemeket, tárgyakról, és a többi kisebb gesztusokra egy ráfókuszálni, de egyszerűen nem. Második nap után rájössz, hogy akkor a jelenet nincs meg. Tehát ezt vagy egy második kamerával kell csinálni, vagy second unitba csinálják, tehát ezek... Amúgy hány nap forgattátok, hány nap alatt forgattátok a bombot? 34, 37, valahogy így. Nem volt egy kapkodás akkor az egyik? Nem. De iszonyú hideg volt. De a fény az gyönyörű egyébként. Eleve délbe sem megy föl a nap, nagyon magasra. Bármikor lehet, amikor kétszer aztán láttuk is a napot. Nagyon felhős volt. Egyszer ki is jön jelenetbe, amikor állnak a biciklivel. Átmegy. Igen. Jó szám. Péter, maradt még benned valami, amit ma mindenképpen el akartál volna mondani, csak nem kérdeztem rá? Legközelebb nem nincs semmi. Bocs, de ez szóba került, hogy ez január-februárban volt, és 37 napig tartott. Na most itt bemennek a tengerbe, meg a tengerparton vízesen átöltöznek, meg ilyesmi. Igen, ez komoly. Ezek ilyen színészek, és komolyan veszik a feladatukat. A srác bement. Az látszott is, de például az Eva Green, az dublőr volt. Az dublőr volt. Igen. De a dublőr is fele volt öltözve ilyen neoprén ruhában, mert ugye csak a fejét látta. Ja, hogy igen. És még az állapotos dublőr érdekelne, mert hát ez nyilvánvalóan nem az Eva Green volt. És mozog a hasán, igen, az meg is szült, az egészséges gyereknek a dublőr. És ő miért nincs kiírva a stáblistában? Hát ezt nem tudom. Egyébként szerintem ki van, de... Nincs ilyen szerep kiírva, hogy az állapotos... Lehet, hogy nem így fogalmaz, nem tudom. Jó, köszönöm. De még egy utolsó kérdés, ami most jut eszembe, hogy az ember így ennyit dolgozik rendezőkkel, hogy egyszer csak úgy azért eszébe jut, hogy van egy saját története, de ez nem
Nem izgat, hogy valami jöhet a lehet, hogy lesz, de még nincsen ilyen. Nem hiszem, egyébként elő szokott úgy jönni benned, hogy ezt most ott itt nem jó helyre van téve a hangsúly, vagy ja, hogy ott abszolút, közben. Hát, igen. És akkor azt mondod, hogy felhasználj máshogy csinálnád? Igen, hát most ezzel kezdtük a beszélgetést. Ugye most? Hát igen, hogy a VOOM, egyébként VOOM, úgy kell ejteni. Bocsánat, nem is csak ott mondtam. Igen, hogy, de mi volt az, hogy, ja, hogy ja, emlékszem már, igen. De hogy de az emberben mindig ott van, hogy fú, ezt azért, hogyha én de máshogy csinálnám. Benned ez mennyire? Nem jellemző. Nem, annyira el vagyok foglalva az én dolgommal. Hogyha valami nagyon-nagyon rossz, akkor... De akkor szólsz is, és szólok. Persze. Akkor szólok. Egyébként lehet, hogy előbb-utóbb ez lesz, mert egyre gyakrabban szólok. Elnézést, még két apró dolog lenne. Az egyik az, hogy mondtad, hogy sok minden kimaradt, amit úgy jónak éreznél. Ez, ugye én ezt csak a készterméket látom, úgy érzem, hogy ennek a balladisztikus tömörsége, ez pont így volt jó, úgy zavarna, hogyha itt túl ragozódna az ex-anya, vagy az eredeti anya jelenléte. A másik, hogy nem tudom, nekem rengetegszer eszembe jutott a képi eseményekről a Tarkovsky Solaris-a, hogy volt-e bennetek valami ilyen, vagy ez csak így teljesen tudatalatti és végzetlen? Nem volt ilyen tudatos egyáltalán. Az első dolog, amit mondtál, az első gondolat, azon egyetértek, tehát akkor nem lenne ilyen ez a film, ha nem lenne ennyire balladisztikus, ez teljesen így van. Csak én úgy éreztem most, hogy kicsit ritmusába változtattam volna. Még egy kérdés? Igen, igazából az érdekel, hogy a súlytartós jelenetnél így mennyire volt elengedve a színész, hogy így csak, hogy nyilván, hogy hozza ide a súlyt és szórja rá a kajára, azt azért nem mondták neki, de hogy... Hát a Bence azt mondta, hogy a végletekig játssza ki. De csak ez a csapkodásos, rázós dolog, ami ki volt találva, ami aztán utána, hogy hátra rohan és a markából így kijönti, azt már ő improvizálta, azt szerintem az fantasztikus. Azt igen, tehát addig volt kitalálva, hogy csak rázza és üti és csapkodja az asztalhoz. Igen, mondjuk, hogyha már egy fantasztikus képekről beszélünk, nekem a baleset az elképesztően erősen van megcsinálva. Az például, hogy lett kitalálva, hogy csak az Az így lesz kitalálva. Igen. Az megnéztük próbába, és eljátszott, és ott volt az arcán, hogy itt most mi történik. Igen. Még talán ott hogy az egy kérdés, hogy gondoltam közül, hogy most vajon mikor fogjuk látni a hullát, és amikor már beül az autó, lehet, hogy... Igen, mert igazából azt úgy találtuk ki, hogy az a kép, ugyanaz a kép, amiben ketten ültek. Addig az nem változott, és abba ül vissza egyedül ilyen teljesen dekomponált képre. Én szerintem az már arról szól. Igen, lehet, hogy... Igen. Mert azt látjuk, hogy azért picit úgy látszik, hogy olyan bábuszerű. Mikrofon. Látszik, hogy picit olyan bábuszerű, vagy nem tudom ott a... Hát az egy féllábú ember, tehát szegény nem bábú. De úgy néz ki. De úgy néz ki. Tehát, hogy nekem már nem kellett volna az, hogy tehát elég lett volna, ha azt látom, hogy ott a hiány ott van. Igen. Annyira erős ez a, ráadásul az a hangszik. Igen, lehet, hogy ez még akkor született ez a gondolat, amikor mi úgy gondoltuk, hogy ezzel tovább lehet majd menni. Jó, hogy ne legyen ennyire. Többet nézzen. Jó, te tudjuk, tehát hogy így ezzel elégedett vagy így amúgy a te pályáddal, vagy szóval? Tökéletesen. Igen? Két jó döntésem volt az életemben, az egyik ez, hogy operatőr leszek, a másik ezt nem mondom meg. Jó, na, örülök, hogy itt voltál. És köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm.